Sziasztok, Black Uram vagyok, és itt a Disciples 2 Galleon's Return 6. része. Az előző részben a törpökkel ugye összeszedtem a maradék tudásőrzőt, és egy rituáli kertében meg akartuk kérni Votánnak az áldását, csak hát ugye közbeszólt Laclan, és köszönöm, olyan francia neve van, francia biztos könnyebben tudják kiejteni. Szóval közbeszólt, úgyhogy itt le kellett vernünk, és most meg kell bosszulnunk az élő alattakat, mert hogy csúnyán átvertek a sztori szerint, és akkor most bosszút kellünk, és az a baj, hogy akkor most a fővárost ugye nem rombolhatom le így külön, csak úgy mellékesen, hanem az lesz a fő. Ötödik nap megjelent ez az erdőtünde itt a városunknál. Szóval ki kell szólítani egy prófétát. Itt is van az embereknek a fő csapata. Hát egy... úgy érzem, hogy itt... Itt lehet, hogy kikapok Emir-től. Legalább a varázslabulátnak annyi. Lesz ki. Ez lehet, hogy... Mi? Miért menekül? Nem, simán van esélye megölni engem. Hát akkor... Én miért elmenekülni? Jó, szétverem a fejedet. Hát ez... nevetséges, hogy elmenekül, basszus. Ezt annyiban nem fogom hagyni. Majd mutatni akarok valamit. Annyi, hogy ebben a városban van egy... Mi ez? Talati esélyzászló, igen. Nem, kezdeményezőzászló. 15%-os. De mi volt az, akit elvettem az élőhottakkal? Csak most más az arca. Más a képe. Tündék oldalán harcolj. Jó, akkor ott áll. És itt van a kedves démon főcsapata is. Aurangzeb. Hát azért... Mi lett az, hogy vagy? Egy Tiamatja... közben meg egy berzekkel. Ezek ebből nem kapott fullos egységet kezdésnek. Elég szomorú. Imádom azt az átváltoztatót. Olyan... annyira hatásos. Igaz, hogy van esély, hogy visszaalakul, de... de ugye... nagyon keveset sebeznek így. Átváltoztat. Ez is simán megéri. Oh. Hát ezt úgy érzem, hogy nyertem.
És oda össze is gyűltek amúgy az elfek, de jó jövök oda, hogy nem megyek oda, mert lehet, hogy akkor elkezdjék a visszaszámláló, vagy valami. Úgyhogy azt majd később ragyom. Annyit észrevettem, hogy furcsáltam, mert amikor az Iliot kampányt csináltam, akkor nem volt olyan, hogy 15 felett kapjak szintet, ugye. 15 volt a max, és azt hittem, hogy muszáj volt visszanéznem. Az utolsó harcnál, amikor a bestiát megöltem, akkor kaptam XP-t. Fura. Ez fura, mert hogy most, amint harcolok, így néztem, hogy miért van az, hogy a hősöm kap XP-t. És már 17-es szint. Csak az a furcsa, ugye, hogy képességet nem kapok egyáltalán, csak szintet. Hát, azzal nem sokra megyek. Max annyi, hogy nő a sebzése, meg ilyenek, de képesség azért csak jobb lenne. Miért akartam mondani, hogy valahol itt, igen, itt ebben az elhajtott bányában két sárkány. Tudjátok, milyen idő jött el, ugye? Megtaláltam az élhattak csapatát, hát ez kemény menet lesz. 16-os ősvámpírral, 11-es szintű, meg 10-es lichsárkány. Meghallgattam már, akkor mi a tervük. Az a poén, hogy egyszer az élő volt így egy szövetséget akart ajánlani. Mondom, én visszahatosítom, most lehet elképzelni, mi akkor, hogyha elfogadom a szövetséget, akkor így fajlag küldet és így elbuktam? Vagy mi? Nem szövetkezni jöttem. Én bosszút állni jöttem.
elnyomtam mindent, amit csak kifér a csövön. Hát igen, ez a sírgolem, ugye ezzel találkoztunk az élőadtaknál, amikor azt a nitet beáldoztunk. Nem mi áldoztuk be, hanem ő maga dönt arról, hogy így feláldozza magát, és akkor ez volt a jutalom Mortistól, hogy meghaltott. És akkor újraélt, hát... volt ez. Milliónyi megkínzott sikor. És akkor az a sírgolom lesz a főbossz. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen erős lesz. Én mindent elnyomtam rá, meg magamra is, amit csak lehetett. Biztosan biztos. Így néz ki teljességgel a térkép, hát baromira nagy már megint. Nem tetszek az ilyen baromira nagy térképek, mert abban rengeteg időt vesz igénybe. Itt azt hiszem az egyik árustól, azt hiszem pont ettől lehetett venni 3 darab ilyen végleges potit. Más ilyen nagy cucc nem volt, hát érdemes átnéz ugye a Garrisonokat potigyanánt, de itt találtam 3-at, az biztos, többet nem igazán. Jó közben, amiket levertem csapatokat, annál találtam inkább. Hát azt hiszem nincsen mit mutatnom ezen a pályán. Igen, hogy még 18-as szint max ezen a pályán, akkor a törpöknek. Nem kaptam új képességeket, de legalább jó tudni, hogy ez így van. Ezek mennyi bónuszom van? Azt a mindegy. Hát oda fogok baszni, szerintem azért keményen ennek. Volt, mint a mi az, hogy a Giroen Fenevadjánál, mert ott halál. Hát igen, ez halál. Hát az a gond ugye, hogy hiába van felsznek el 200 armorom, méreg az méreg. Az áldatot, hát az egy hitelt. Hú, ha ez nem talált volna be, ez a talált. És területileg Stanor ez nagyon túl. Nem hiába boss fight. Hát, jobban jártam volna, hogyha az összes ilyen sebző varaslatot is elnyomom, hogy ezt a halált megöljem. Épp vagy csak túl a basszus. Ez jól megszivatott. Ez jó, ez tetszett, jó. Ez az elképesztő az animáció, és milyen szép volt. Ezek tetszenek, hogy jó, hogy boss fight, most keménynek kell lenni, ezt meg kell hagyni, de az animáció az nagyon lenyűgöző. Giron bestiájánál is jó volt, de itt is eléggé szép volt, ilyen nagy lélektornádó, hogy minek nevezzem. Ja, várjál, még őt is meg kell ölnöm, igaz? Ugye nem mondod. Azt hittem véget ért a harc. Hát akkor... újból kell csinálni. Not so fast. Okay.
Vagy nem, mert csak én vagyok ilyen baromira hülye. Hogy? Elfejtettem, hogy az Imér gyermeke az nem fizikálisan sebez, mint ő, hanem ő jéggel. Fagyja, ugye? Hát... ezért kell mindig elolvasni és fejbe tartani a képességet. Basszus, én meg azt hittem, hogy már vége. Lehet az ide ismét nyugalomra térnünk. Milyen beleszünk nézett ki amúgy? Temető lábakat nevezt. Tudjuk tartani a várattól. Ilyet is úgy kell hallani, hogy az élőadtak menekülnek. Ennyi. Törpök megmutatták, hogy a törpökkel nem szabad szarozni, mert egy dobófejszer lesz a hátadban. Kiviszed a hősödet most? Hát ja. Akkor úgy látszik, a törpök így, hát feltámadtak, mondhatni azzal, erőt is nyertek, becsületet is, meg elismerést, legfőképpen ezzel, hogy az élő hadtagot szétrúgták a senkit, és hát maga itt ennyi. Meg tetszett amúgy, hogy így a klánok összefogtak egy közös cél érdekében, megmutatták tényleg, hogy a törpökkel nem szabad szarozni. Mert hogy az elfek is ugye, hát minden játékban meg világban szinte az elfek olyan beképzeltek, lenézőek. A törpöket nagyon lenézték, de más már ők is elismerték, hogy a törpök azok kemény, fából faragták. Na, jó kis történet volt, azt meg kell adni. Ez mondjuk talán jobb volt, mint az Undeadek, de egy ilyen Mortis-féle családi vita. Itt meg magát a bosszút kell tálni, ez volt a történet lényege. Főleg a bosszú. Meg a... hát meg a... közös erő. Igen. Ezt akartam volna. Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni ebbe a kampányban is, és innen fogom folytatni a...
Most a démonok jönnek, igen. A déma kampányában. Úgyhogy akár tetszett a videó, az nem, hogy lájkoljunk azok felé, és találkozunk a következő részben. Addig is sziasztok!